Ősszelnyire Császán a Kölcsey díjese 4 góllal legyőzte a Máté Szalkát, a listavezető szatmáriaknak ez az egyetlen vereségük a szezonban. A presztízsen kívül így a visszavágás vágya is fűtötte a hazaiakat, akik 13-9-re nyerték az első félidőt. Szünet után zárkózni kezdtek a vendégek, sőt a 43. percben utól is érte ellenfelét Hadobás István együttese. A hajrá azonban a Máté Szalkaiaknak sikerült jobban, a kis Brigitta és Vakas Krisztina által vezérelt vendéglátók elléptek ellenfelüktől, és végül magabiztosan 25-18-ra nyerték a megyei rangadót. Nagyon-nagyon készültünk erre a mérkőzésre, egész héten ez járt a fejünkbe, ami meglátszott a játékunkon is. Hát úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a fél időben egy kicsit megültünk, de nagyon akartunk, videóztunk, inkább a védekezésre fektettük a hangsúlyt, amit úgy gondolom, hogy be is jött. Az első fél idő azt szerintem nagyon jól sikerült, nagyon jó volt a védekezésünk, összeállt, támadásban egy picit akadoztunk, de mégis azt gondolom, hogy ez így volt jó, ahogy. Hát a második fél időben úgy gondolom, ott egy picit megpihentünk, ott maradtunk, ezért magunkra rántottuk úgymond az ellenfelet. De aztán sikerült egy picit rendet rakni a fejünkbe, és így sikerült megfordítani. A vendégek edzője Hadobás István szerint az eredményt jelentősen befolyásolta, hogy több nehézséggel is meg kellett küzdeniük a mérkőzés előtt és alatt. Kellem Engrét a beteg lett hétközben, csütörtök edzésről haza is kellett mennie, Rabina Ineznek a térde fájt, Katona Kriszti szintén sérülten játszott, és hát ugye a 10-15. Percben most kiszállt még Gyimesi Lola is, ő most sérült meg. Egy szó mint száz, nagyon készültünk, szerettük volna bebizonyítani, hogy nem volt véletlen az őszi győzelmünk, de én azt gondolom, hogy részint megérdemelten nyert a Máté Szalka, de méltóbb játékvezetést kívánt volna ez a megyei rangadó. Az NB2 északkeleti csoportjának tabelláját a Máté Szalkai MTK vezeti 24 ponttal, megelőzve a 20 pontos Hajdúböszörményt, a 18 pontos Vizesabonyt és a 16 pontos Kölcsey díjasét. A következő fordulóban a Máté Szalka Vitkára látogat, a Kölcsey díjese pedig a Vizesabonyt fogadja.